srácok, végre március óta tanulok. 4 államvizsgát megcsináltam a diplomvédést, lediplomáztam, ledoktoráltam, és visszatértem hozzátok. Szóval, itt vagyok, sziasztok, Borsziki Péter 3/3 videó, pontosabban nem is, most már sziasztok, dr. Borsziki Péter 3/3 videó, ja, most már ez a nevem, és ugyan jobból diplomáztam, tehát semmi köze nincs az edzéshez, de hát dr. Gödény óta is tudjuk, hogyha neved adott vagy doktor, akkor mindig minden témában releváns a véleményed, ráadásul mindig igazad is van. Úgyhogy, szuper, most pedig egyik haverommal le fogok menni edzeni, azt végignézhetitek, aztán elmondom, hogy mi lesz a következő időszakban. Na nézzük meg, mi jött a kamerából. Edzésök, most jelenleg ezeket szoktam. Genius Nutritiones Flex GM, ez ízületeket védi. Arginin segít a bedurranásban, ezeket tudom ajánlani melegen. Aztán itt van még ez a HMB, és most kezdtem el igazából a teljesítményet növeli egy kicsit gyorsabban regenerálódsz valamivel. Elvileg, azért mondom, hogy elvileg, mert ezt még csak nemrég kezdtem el használni, úgyhogy még én is kísérletezem, úgyhogy nem tudnám nyugodt szívvel ajánlani, nem tudom, hogy nekem beválik-e, de majd meglátjuk, jó? A következő pedig koffeinmentes pre-workout, most ezt szoktam használni, ez a Whisper, mert hát a vizsgaidőszakban egy kicsikét túltoltam a koffeint, és szerintem vissza kéne venni, mert egyszerűen de reggel ilyen 5-40-kor keltem, 11-11-30-ig tanultam, napi 2-3-4 kávé, és hát nem hangzik jól, bizony nem is volt az igazi. Nagyon nagy volt a stressz, és ez szerintem meglátszik a fizikumon is, de hát majd ezt meglátjuk a teremben. Ja, úgyhogy most ezeket szépen elszopogatom, szotyorgatom, aztán megyünk edzeni. Na, a bemelegítéssel megvagyunk, és most egy ilyen jelenleg ilyen push-pull bontásban edzek, de úgyhogy az alsó test is föl van bontva a push-napokon, nyomónapokon a comb feszítő része, hálószia, pull-napokon pedig a hajlító része. Most azért, mert eddig mondom, csak kb. Csak azért mozogtam, hogy stresszlevezetés legyen, illetve hogy azért valami mozgás történjen, és most szépen hétre hétre emelem a volument meg az intenzitást. Nem jó, hogyha hirtelen nagyobb kiagyástán teljes erőből akarsz edzeni, mert azonnal belefutsz egy falba, és mondom, nem is fogsz tudni regenerálni, mert mindig csak annyit ér a te kemény edzésed, amennyire regenerálódni is tudsz belőle. Hiába vagy nagyon kemény arc, és 12 óra munka után lemész dolgozni, majd lemész edzeni, és tolsz egy keményed, de ha nem regenerálsz belőle, akkor igazából semmit nem érte. Jobban jártam egy picikét kevésbé kemény edzéssel, akármennyire hangzik is az furán, amiből regenerálódni tudsz, és akkor fogsz így fejlődni. Jó, egyelőre nekem az utóbbi időszakban a regeneráció az nagyon, az itt volt lán, nagyon lán. Úgyhogy szépen fokozatosan feltornázom az intenzitás volument, jelenleg push edzés lesz. Úgyhogy szomfeszítőt fogunk dolgoztatni mellett, vállat, tricepszet és vállat. Jó? Úgyhogy kezdjük az első gyakorlattal. És el ne felejtsen, még mielőtt leállítom a kamerát, hogy a kamera mögött Sisák Csaba névtelen. Mindenképpen nézzétek meg a YouTube csatornáját, mindjárt 10 000 feliratkozónál, hogy ezt gyorsan segítsetek neki elérni, hogyha rám csináltatok valaha bármilyen számítógépes játékot, akkor nézzétek meg a csatornát. Yeah.
csak ilyen viszonyításképpen most jelenleg ilyen jelentele, úgyhogy... És nem a cipőm, mert biztos írjátok majd kommentben, hogy igen, igen, mert nem olyan izé recés a tartó, de nem, mert az ország cipőben is mi lesz történik, úgyhogy most... Konfirmálom. Mongol téma. Végeztem az egyetemmel, de akkor most hogyan tovább? Nos, ezt a háromharmadot fogom csinálni, csak sokkal keményebben most. Eddig igazából én ugye egyetem mellett csináltam kvázi hobbiként, aztán igazából ez lett már a fő keresleti forrásom, ugye a videózás, pontosabban ezáltal ugye az online edzések, edzéstervek, étrendek készítése, és ezt fogom csinálni a továbbiakban is. Ráadásul egyre biztosabb, hogy be fogok költözni Budapestre, és ott fogok tartani edzéseket, de nem rendszeresen szerintem, hanem ilyen konzultációs edzések lesznek majd, hogy mondjuk 2 óra, x forint, és akkor edzünk együtt, közben pedig megbeszéljük a kérdéseket, amik fölmerülnek étrenddel kapcsolatban, étkezéssel, mindenfélevel kapcsolatban. Szóval, hogyha titeket érdekel ilyen, akkor esetleg adjatok tanácsokat, hogy melyik az a konditerem Budapesten, ahol ez lehetséges. És sok helyen úgy van, hogy ott edzéseket akarsz tartani, akkor ott fix leadót kell fizetned, és igazából az akkor éri meg, hogyha sokat dolgozol ott. Én viszont nem szeretnék sokat dolgozni ott, mert sokkal jobban szeretném az online oldalát kidomborítani ebben ennek az egésznek, az egész vállalkozásnak, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy lenne rá igény, persze mondjátok meg, hogy tévedek, hogy időnként lehetne jönni hozzám edzeni, viszont ez egy olyan terem kell, ami erre alkalmas. Szóval, ha van ötletetek, akkor légy szíves, írjátok le, hogy melyik terembe látnátok engem szívesen. Még nem tudom pontosan, hogy melyik részére fog költözni Budapestnek, 5, 6, 7, a 8. kerületnek a széle, vagy 13. kerület, ezeket néztem főleg, de még nem biztos. Az biztos, hogy Pestre fog költözni, és ott fogom folytatni ezt az egészet, illetve több videó is lesz, heti 1-2, aztán 3 videó a cél. Most még egyelőre maradjunk az egynél, mert mondom, nagyon elfáradtam ebbe az egész záróvizsgai időszakba, és egy kicsike pihenésre van szükségem itt a nyár folyamán, de jönni fognak a videók, és egyre több és több, egyre jobb és jobb, úgyhogy megéri feliratkozni. Rendben, ez a videó viszont ennyi volt, ezek a terveim a jövőre, hogyha szeretnétek látni, hogy hova költözök, majd mutatom a lakást is, hogyha már ki van választva, vagy akár segíthetek is kiválasztani, meg az is lehetséges, szóval rengeteg érdekes dolog lesz, úgyhogy megéri feliratkozni, megnyomni a csengőt is, hogy kapjatok róla értesítést, hogy mikor van fönn videó. Rendben, na, tehát ez a videó ez ennyi volt, a következő videókkal találkozunk, ami nem sokára föl lesz, jó? Úgyhogy sziasztok!